Az elmúlt esztendőben még bizonytalanul mozogtak a műjékpályán a gyerekek, a pálya megnyitás előtt hosszú ideig nem volt hol megtanulni korcsolyázni a fiataloknak, így újra a jéghez kellett szoktatni őket. Ehhez a munkához segíti hozzá a várost a Magyar Jégkorcsolya Szövetség az idei szezonban. Mivel sátoralja új helyen van műjégpálya, így a város bekerülhetett abba az utánpótlás támogató programba, amely az egészen fiatal óvodás korosztályt érinti. Óvodásoknak biztosít szakedzői korcsolyaórát a szövetség. Ebben az esztendőben tehát a helyi óvodával közreműködve ingyen korcsolyaórákon vehetnek részt a sátoralja új helyi kicsik. 3 és 6 év közötti gyerekeknek szakedző segítségével arra, hogy kipróbálják a jeget, megtanulják a korcsolyázásnak az alapjait, és a szakedző kolléganők fogják azokat kiválogatni, akik különösen tehetségesek, és el fogják tudni őket irányítani a pályán, vagy a műkorcsolya, vagy pedig a gyorskorcsolya, vagy akár a jégkorong felé. A pályát üzemeltető Magashegyi Sportcentrum munkatársai már az elmúlt szezonban is tapasztalták, hogy egyre több kisgyermekes család jár korcsolyázni. Idén bővítették a kölcsönözhető gyermekkorcsolyák számát, hogy minél több gyermek ismerje meg ezt a sportot. Vannak korcsolyáink, az elmúlt éven is rendelkezésre álltak, akkor úgy tapasztaltuk, hogy kisméretekben sokkal kevesebb korcsolyánk volt, mint ami a jelentkező igényt ki tudta volna elégíteni. Az idei korcsolya szezonra kisméretekben, tehát 25-ös től föl felé, olyan 35-ösig, tehát ami az óvodás és kisiskolás korosztály mérete, szereztünk be újabb darabokat, tehát lehetőség nyílik a kölcsönzésre is nálunk. A műjégpálya szezonnyitó ünnepsége november 23-án lesz, műkorcsolja bemutatóval, este pedig korcsolja diszkóval.